3-6. Az évszázad mérkőzése. Gondolom már mindenki tudja, melyik meccsről lesz szó, de ha esetleg valaki mégsem sejti, akkor itt egy kis segítség. Szóval az a meccs, amiről ez a videó készült, nem más, mint... az angol-magyar. Dzsudzsák. Szalai jó labdát kap. Szalai lő! Gól! Menjünk is vissza az időben. A történet az 1952-es Helsinki olimpián kezdődött, amit Magyarország nyert meg. A döntőben Jugoszláviát győzte le 2-0-ra. Döntőre Magyarország és Jugoszlávia labdarúgó csapatai között. A 16-oson belül kikerülzi a kapust, lő gól! Egyszerű gól! Megvan az első magyar gól! Vezetünk Jugoszlávia ellen 1-0 arányban. Hidekuti tovább teszi a labdát Tibornak. Tibor lő! Gól! 2-0 az eredmény, most már biztos a győzelem, miénk az egyik legnagyobb diadal, labdarúgó csapatunk olimpiai bajnok. Puskás, a magyar csapat kapitánya végtelenül boldogan áll fel a győzelmi emelvényre, és a himnusz hangjai mellett felvonják a magyar lobogót a győzelmi árbócra. Itthon milliók örvendeznek. A győzelem hatására fogalmazódott meg Stanley Rose-ban, az angol szövetségi kapitányban a londoni párharc ötlete. De ahhoz, hogy a mérkőzés létrejöhessen, Sebes Gusztávnak, a magyar csapat szövetségi kapitányának engedélyt kellett kérnie Rákosi Mátyástól, akinek pedig egyenesen Sztálinnak kellett megvitatni, hogy létrejöhet-e a találkozó. Miután az engedélyt megkapta, Sebes Gusztáv mindent megtett, hogy sikeresen lemodellezze a londoni körülményeket. Ködgéppel imitálta a várható londoni időjárást, a Wembley méretének mintájára alakította át az edzőpályát, a londoni összecsapás előtti utolsó hazai válogatott meccsre pedig angol típusú labdát hozatott, ami sokkal nehezebb volt, mint amilyen Puskásék szoktak. Ennek is volt köszönhető, hogy Puskás azon a meccsen kihagyott egy 11-est. A labdának lövés! Bellé száll a labda! Puskás kihagyta a 11-est! Ezért Walter Winterbottom, angol kapitány, kijelentette, még 11-es sem tudnak rúgni a magyarok. És végre eljött a nagy nap. 53. november 25. Hát akkor ma van az angol-magyar? Most jön rá! Egy hónapja erre vár az ország. A Wembley más nemzeti csapatok számára bevehetetlen erőd volt egészen addig, amíg Puskásék meg nem jelentek ott. Mágikus magyarjaink 3 éves veretlenségi sorozattal olimpiai bajnokként érkeztek meg a mérkőzésre, ahol az ellenfél pedig a futball szülőanyja, a magát változatlanul a labdarúgás első számú szereplőinek gondoló Anglia volt az ellenfél. Ennek okán az összecsapás méltán kapta meg az évszázad mérkőzése elnevezést. A meccset a Magyar Rádió közvetítette hazánkban, mivel Magyarországon akkoriban még nem volt tévéadás. Szepesi György rádióriporter kommentálta az eseményeket a mérkőzésen. 105.000 néző üli körül a játékteret, de nem csak ők vannak itt. Itt vannak önök is, kedves hallgatói. Szinte hallom az egész ország szíve dobbanását, a gyárak, a falvak dolgozóinak lelkes buzdítását. Játszatok jól, fiúk! Szerezzetek új sportdicsőséget a mi hazánknak! És annak a sok millió reménykedő hallgatónknak, aki most a rádió mellett ül... Szilárd elhatározás! Ez alatt a másfél óra alatt, amikor a világ sportközveléményének figyelme a magyar-angol mérkőzésre összpontosul, mindent megtettek majd, hogy becsülettel megállják a helyüket. A két csapat játékosai most néhány labdagyakorlatot végeznek. Hátra kerül most a labda Hidegkutyhoz, és aztán a játékvezető középre rendeli a labdát és a játékosokat, és a magyar csapat kezdi meg néhány pillanat múlva az évszázad nagy mérkőzését, a Magyarország-Anglia találkozó. A magyar csapat nem szokványos felállásban játszott, mivel Sebes Gusztáv az akkoriban nagyon népszerű 3-2-5-ös felállásból egy 3-2-3-2-es felállást hozott létre. Ezt az újítást Bukovi Márton, az MTK kapitánya alkalmazta először, viszont a válogatottak közül Magyarország volt az első, aki így lépett pályára. Másik klasszis húzás Hidegkuti posztja volt, mert míg a két csatár lekötötte a védők figyelmét, addig Hidegkuti szabadon mozoghatott a pályán, nem is csoda, hogy 3 gólt szerzett a mérkőzésen. Felállásunkban a két szélső támadó és a két csatár az egész mérkőzés ideje alatt cserélgették oldalaikat, így teljesen összezavarva az ellenfelet. Zakariás, majd újra mozsik a labda útja, aztán Hidegkuti, Hidegkuti, egy csel csinál, most lő egy pillanatban, gól! Óriási,
vigyázz, Dali! Puskásé! Puskás áttör a védőkön, elesik! Hely, nem fújja a bíró, de Hideg Kuti nála a lövés! Gól! Bravo! Hideg Kuti szerette a második gólt is! Nagyszerű volt! Tibor elmegy a labdával, Tibor most az alapvonalról Puskásnak adja, Puskás csinál, lő! Gól! 3-1, gól! Bozsi készülődik neki a labda elrugásának, Puskás beleteti a lába, gól! Gól! Rájtő gól! Bozsi rájtta a labdát, Puskás a mellette lévő rájtellet, beletette a sarkát a labda útjába, és Puskás sarkáról az elmozduló Merlik mellett bevágodott a jobb alsó sarokba a negyedik magyar gól. 4-1-re vezetünk Wembley stadionban, Anglia válogatottja ellen. Öcsipi, most adja befelé, Öcsi, vigyázz a labdával, most vágja befelé, Gocsis fejjel, kapufáról vágódik Budai elé, milyen bal szerencse, most ott van megint Bozsiknál a labda, 16-osról lövés, gól! Gocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk, Puskás fölemeli, Hideg Kuti lő, gól! Csodálatos gólt, még nem hittem, hogy láttak futballpályán, mint ez volt. Emelgették a fiúk a labdát, és aztán Hideg Kuti kapásból, amikor megkapta a labdát, 5 méterről bomba erősen küldte be a háló közepébe a labdát, és pedig a második félidő 8-9. percében. 6-2 az eredmény, 6-2 Angliában, a labdarúgás ős hazájában. A 90 éve veretlen angol válogatott ellen. Az angolok akár csak néhány héttel ezelőtt, az osztrákok azt mondották, hogy biztosan győznek a magyar csapat ellen. Az ugye most már biztos, hallgatóim, hogy 2-3 góllal ezen a mérkőzésen az angol labdarúgók nem győznek a magyar csapat ellen. Ennyi jóslást remélem megengednek nekem is. Puskás Ferenc így vélekedett a játékos társáról. Hideg Kuti tökéletes választás volt a hátravont középcsatár posztjára. A középpálya előtt elhelyezkedve szállt be a küzdelembe. Úgy olvasta a játékot, mint nagyon kevesen. Csodálatos játékos, aki nem csak kulcspasszaival, de góljaival és egyéni alakításaival is nagyban segítette a támadásokat. Helyezkedésével pedig megbontotta, szétzilálta az ellenfél védősorát. Az angol sajtó akkoriban így vélekedett a mérkőzésen történtekről. Olyan erőnlétet láttunk a magyaroknál, amiért nálunk sohasem követelnek meg. A tragédia az volt, hogy az angol csapat meg tudott volna verni bármely más csapatot a világon, csak a magyart nem. Ez a mérkőzés történelmi fordulatot jelent a labdarúgásban. Az angol-magyar mérkőzés 40. évfordulóján 1993-ban Magyarországon az aranycsapat tiszteletére a Magyar Labdarúgás napjában nyilvánították november 25-ét. Vajon a magyar labdarúgó válogatott mikor fog újra a régi fényében tündökölni? Mi bízunk benne, hogy minél hamarabb megtudjuk erre a választ, és persze szurkolunk, hogy ismét Magyarország kijuthasson az Európa-bajnokságra. Hajrá, magyarok!